A minisztériumi, tartományi és önkormányzati pénzeszközökből vásárolt könyvek mellett más források és adományok által is gyarapszik az intézmény könyvállománya. Községünk olvasói vagy új könyvvel, vagy régi könyvvel szoktak megajándékozni bennünket, és ezután nagyon szépen köszönjük, valamint különböző területekről szoktunk még könyveket kapni, például az Anyaország segítségével, a Magyar Nemzeti Tanácsot beleértve ide, a Budapesti Országgyűlést, a Márai programot, és ezen fölül még ugye kisebb-nagyobb szervezeteket, Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör, a BUM szervezete. Hamarosan az idei év első könyvvásárlására is sor kerül. 2022-es évre már folyamatban van az újabb könyvlista előállítása, a községi költségvetésből fél millió dinárt kaptunk könyvek vásárlására, ugyanúgy a fiók könyvtáraink és ugyanúgy az Óbecsei Népkönyvtár ezt a listát előállítjuk, természetesen szerb és magyar nyelvű könyvekről beszélünk. A különböző pályázatok által az intézmény több kulturális programot és fejlesztést is megvalósított. Tavaly a Művelődési Minisztérium támogatásának köszönhetően indítottuk el az online helytörténet elnevezésű programunkat, és a fiatalokat is bevontuk a kutatásba. Idén újra pályáztunk a minisztériumnál, ezúttal a könyvtár helytörténeti részlegének fejlesztésére és korszerűsítésére, így szeretnénk biztosítani a fiatalok számára, hogy folytathassák a tavaly megkezdett kutatásaikat. Március első hétvégéjén a Budapesti Japán Alapítvány pályázata által egy háromnapos, tartalmas programsorozattal készülnek a könyvtár munkatársai.